Nemzeti Szalon szó az egy nagy múltú, több jelentésű kifejezés. Egyrészt van egy hagyomány, amit Franciaországból a szalonok hagyománya átvételével a múlt század harmadik harmadában a magyar képzőművészek is gyakoroltak. Korábban abban az intézményben zajlott a Millennium házában, amit régi műcsarnoknak hívtak. Úgy gondolom, hogy amikor felkértem Szurcsik József képzőművészt a kiállítás kurátorául, akkor élete nagy feladatába vállalkozott, amiről utólag azt mondta, hogy nem bánta meg. Ennek a vállalkozásnak a siker akkor lesz majd mérhető, amikor végre megnyílik ez a térben is láthatóvá válik ez az idei szalon, a szabadjáték. A szabadjáték második képzőművészeti nemzeti szalon tulajdonképpen egy nagy merítés a jelenkori magyar képzőművészetnek. 198 alkotónak 256 munkáját mutatjuk be 8 teremben elosztva. Ezek a termek igazából nincsenek szisztematizálva, vagy nincsenek csoportosítva a tekintetben, hogy milyen technikával, milyen eljárással készültek, vagy milyen anyagot használtak a művészek. Egyszerűen csak arról van szó, hogy ezek a művek az együttes jelenlétükkel ki tudják fejezni azt, amilyen a magyar kortárs jelenkori művészet, amilyen a mai jelenkori művészet Magyarországon. Igazából nem tudunk teljes képet adni, hiszen a 198 művész alkotásai nem tudják teljes egészében megmutatni mindazt, ami Magyarországon készül, hiszen több ezer művész él hivatásszerűen és alkot hazánkban. De ez olyan, mint egy torta, mint ha telnénk egy szeletet a tortából, ami bár kicsi a szelet, vagy szűk az a szelet, de mégis jellemző az egészre, és ízében, zamatában, tartalmában tulajdonképpen megmutatja a nagy egésznek a jellegét. A kiállítás kompozíciója, ha úgy tetszik, úgy állt össze, hogy képesek legyenek egymást erősíteni, egymással együttműködni ezek a művek. Szépen sorban kis plasztikák, nagyobb plasztikai művek és különböző anyagokkal készült művek vannak jelen. Műfajok teljességét keresztmetszetként kívánja Szurcsik József válogatása bemutatni. Festészetet a szó hagyományos értelmében, grafikát a szó hagyományos értelmében, és ezeknek különféle kortárs művészetek és technikai lehetőségekkel való keverésében installáció vagy videóművek formájában is kínálja a kiállítás, és olyan valódi keresztmetszetet kapunk, ami egészen biztos vagyok benne, hogy 5 évente nélkülözhetetlen eleme a magyar képzőművészeti életnek és a közönség gyönyörűségének egyik forrása. Nagyon különös helyzetben vagyunk, mert a nemzetközi járványügyi helyzetre való tekintettel pillanatnyilag nem látogatható ez a kiállítás. Megnyitottunk egy kiállítást, nyitva van egy kiállítás, tokkal, vonóval kész van, minden szög a helyét, de mégsem mehetünk be a műcsarnokba. Nagyon jelképes is. Nagyon bízunk abban, hogy minél előbb kinyit a műcsarnok, és meg tudjuk nézni, be tudunk menni a kiállító terekbe, és körbe tudunk tenni egy-két kulturális kirándulást ezekben a termekben. Attól különös ez a kiállítás, hogy itt egy helyen, egyidejűleg nagyon sokféle gondolkodás jelen van. Itt tulajdonképpen mindenki megtalálhatja azt, ami kedvére való. Találhat olyat, amit szeretni fog, és nyilván találni fog olyat, amit kevésbé fog szeretni. De a legfontosabb az, hogy mindaz, amit lát, ez nagyon jellemző erre a korunkra, amiben élünk. Erre a jelen időre, amiben élünk. Ez a legfontosabb.